2000-ben merült fel először is az a probléma, hogy a gyerekek, akik nem kapták meg az ukrán kötelező oltás, Ukrajnába kötelező oltásokat, nem látogathatják az óvodát meg az iskolát. Mivel hogy 2000-ben született meg az a törvény, a lakosságnak az infekciós betegségeknek a megvédéséről, amelynek a 15. cikkeje mondja azt ad ki, hogy nem szabad óvodába és iskolába beíratni azokat a gyerekeket, akik nem kapták meg a kötelező oltásokat, mivel hogy ők egy veszélyforrást képeznek arra a gyermek populációra, akik viszont oda járnak és megbetegedhetnek amiatt, hogy ők nincsenek beoltva. Hogy miért 2000-től kezdve nem alkalmazzuk ennek a törvénynek a betartását? Először is azért, mert még 2000-ben a gyermekeknek az átoltottsága nagyon magas szintű volt. Körülbelül 95-97%-on át a gyermekpopulációnak az átoltottsága. Ha most megnézzük a szomszédos országokat, például vegyük a szomszédos Magyarországot, ott jelen esetben is ilyen magas az átoltottság, körülbelül 98%-os, vagyis 100 gyerekből 98 be van oltva. És akkor ez nem volt annyira aktuális, és nem harcoltak. De ahogy múltak az évek, úgy körülbelül 5 évvel ezelőtt, mikor vakcina hiány lett, és nagyon lecsökkent a gyerekeknek az átoltottsága egyrészt emiatt, másrészt amiatt egy negatív ilyen hozzáállás miatt, hogy olyan mondva csinált okok miatt nem akarták a szülők oltani a gyerekeket, hogy vagy most nem akarom, csak mert nem akarom, vagy nem bízok meg az oltószereknek a minőségébe. Ez a százalék nagyon-nagyon lecsökkent. A gyerekeknek meg kell már a születésekor kapni a BCG-t, aztán az első év folyamán meg kell, hogy kapják a hepatitis oltást, a dipertét, az egy több komponenses oltás, a gyermekbénulás ellen az oltást, a kanyarót már egy éves kor után kell, hogy megkapják. Ez is egy több komponenses, mert ebben nem csak a kanyaró van, hanem a rubeola és a mumps elleni betegség is benne van. És természetesen az ismétlő oltásokat úgy szintén meg kell, hogy kapják a betegek, ami a kanyaró ellen a 6 éves korba, úgy szintén a BCG-t is 6 éves korba ismételten be kell adni a gyerekeknek, hogy fenntartani egy bizonyos szinten az immunitást. Vagyis ezeknek az oltásoknak mind a 10 betegség ellen meg kell, hogy legyenek. Minden oltásokkal a családorvoshoz kell fordulni, mivel hogy ez az ő kompetenciája. Egy az, hogy eldöntse, hogy most egészséges a gyermek, beadható ennek ki az oltás, vagy nem. Kettő, nála vannak azok az orvosi dokumentumok, az oltási lap, amelyen látni, hogy hát a gyereknek mikor milyen oltást kell beadni. És a harmadik pedig az, hogy ő méri fel azt a szituációt, hogy igenis most beadom a gyereknek az oltást.